hogy a műsorszám megtekintése 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Sportosat. Híradónk vendége Gulyás István, a szabadfogású és a női birkózók kapitánya. Szervusz, üdvözöllek! Szervusz! Ugye utánpótlástól, kadettől egészen felnőttekig mindenkivel te foglalkozol, te vagy a csúcs, ugye, te szabadfogásúak és a női birkózók esetében. Most volt a junior Európa-bajnokság, ahonnan a magyar csapat úgy jött haza, hogy a lányok, illetve a szabadfogás érmet tudott hazahozni, produkálni, viszont a kötött fogás nem. Ezért egy kicsit itthon a vezetés szomorú. Te gondolom elégedett vagy a saját tőiddal, vagy a szabadfogás és a női szakágnál is érzel, van benned hiányérzet, hogy lehetett volna még több érem. Mindig lehet több érem, és én azt gondolom, hogy egy olyan világverseny, hogy mind a két fogásnemben érmekkel jövünk haza, vagy éremmel jövünk haza, az mindenképpen sikeresnek értékelném. Ennek ellenére ugye maradtak bennünk hiányérzet, legalábbis bennem, hiszen a Tóth Bendegúztól mi vártuk azt, hogy egy éremért birkozhat, és egy szoros mérkőzésen kapott végig is kell a moldáv versenyzőtől, ezért nem tudott Vigaszágra menni. Ő még lehetett volna érmes. Többiek azt hiszem tisztelige helytálltak az érmeseken kívül, egyre a tudásuk ennyire volt elég. Fiatalok még van, aki csak első éves junior, ami azt jelenti, hogy még két évig lesz ebbe a korosztályba. Tehát mindenféleképpen van bennük még lehetőség, idő is, lesznek még világversenyek, és remélhetőleg majd jövőre, vagy azt követőleg már ők is éremmel jönnek haza junior világversenyekre. Most egy bronzérem volt? Egy volt a fiúknál, Vita Csaba személyében, és egy pedig a lányoknál, Réci Bianca. Ez volt az elvárás? Mind a két fogás nem úgy indult el az EB-re, hogy érmet szeretnének hozni, ez volt a tervben, és hát sikerült is. Ez volt a minimum gondolom, hogy legalább egy bronzére. Hát érem, igen. Aztán, hogy a színe az milyen, az mindig. Kötött fogásnál meg egy érem sincs most sajnos. Kötött fogásnál a legeredményesebb versenyzők, illetve a legnagyobb reménységük az érsek. Sajnos megsérült itt van utolsó két edzések, valamelyik kiment a bokája, és nem akartak kockáztatni. Olyan közel van a világbajnokság, hogy esetleg rásérüljön. Igazából ő neki volt, ahogy a Lévai Zolival beszéltem, ő benne bizott a legjobban, ő neki voltak a felkészülési versenyek folyamán olyan teljesítményei, ami alapján várható lett volna tőle, hogy akár a legmagasabb fokára áll a dobogónak, de sajnos ez a sérülés megátolt őt ebben. A szabadfogás és a lányok a felkészülési versenyeken szintén szereztek szép helyezéseket, ugye a Bendegúz meg is nyerte a romániai versenyt, azért is gondoltam én, hogy őtőle is egy érmet várhatunk, de hát sajnos most nem sikerült, de van még nekik világverseny ebbe az évben, junior VB is, az U23-as VB is, úgyhogy mindenképpen van még lehetőség arra, hogy gyarapítsák az éremgyűjteményüket. Hogy látod a utánpótlást, a közvetlen utánpótlást? Jó, tehát ugye a felnőtt magyar birkózó válogatott ugye magasra tette a mércét már több évtizede, eddig mindig sikerült következő generációnak ott folytatni, ahol a nagy öregek abba hagyták. Hogy látod, tovább sikerül átadni majd? Sikerül folytatni az öregek szép sikersorozatát? Én azt gondolom, mennyiséggel vagyunk bajban, minőséggel nem, de ez mindig is így volt a szabadfogású részen. És nagyon örülök annak, hogy minden évjáratban mindig vannak olyan versenyzők utánpótlás szinten is, hogy érmeket nyernek. Ez egy belépő lehet a felnőtt mezőnybe, hiszen ebben az évben is ugye a Tóth Bendegúz a junior Európa-bajnokság sajnos nem is került neki, de az U23-as EB-n ezüstérmes lett. A Csabi az már tavaly is bronzérmes volt, a Vida Csabi és idén is bronzérmes lett. Lányoknál a Bianca tavaly ötödik lett, idén bronzérmes lett. Tehát masszívan ott vannak. És ugye a U23-ban pedig hát ragyogóan szerepeltek ugye a lányok is, meg a fiúk is, hiszen mint mondtam, a Bendegúz ezüstérmes, a Zsanett és a Ramona pedig aranyérmes lett, a bronzérmesek lettek. Tehát mindenféleképpen én azt gondolom, hogyha minden évjáratból lesznek olyan versenyek, akik ott dobogóra állnak, vagy akár a Zsanett ugye megnyerte az U23-as EB-t, akkor ez egy szép reményekre jogosítja fel a sportágat, hogy lesz mit ünnepelnünk továbbiakban is. Ez jó dolog így, nem? Abszolút, és hát nagyon színes a mezőny, annak talán még jobban örülök, hogy a főleg kadettkorban is, ugye most ők is készülnek már a kadett EB-re, nem a július végén lesz, 3 hét múlva,
Ott is Püspökladányból érkeznek versenyzők, Orosházáról, Szegedről, tehát nem csak a főváros központú a birkózás, hanem a kis műhelyek is megteszik a dolgokat. Hát jó például Réczi Bianca is Tatabányával érkezett, és ugye hosszú évek után, 6-7 éve volt a Kollerant is fiebbi ezüstérmes, régebben ugye ott is voltak hatalmas nagy versenyzők, Akács Jancsi személyében, aki olimpiai negyedik, EB harmadik volt, fölnevelni egy Réczi Biancát, aki egy junior EB bronzéremmel, egy ragyogó birkozással. Ebben a fiatal lányban mi van benne, mennyi van benne? Én úgy láttam, úgy évek óta figyelve, hogy él-hal a birkozás, legalábbis kifelé ez jön le róla. Abszolút, abszolút, így van. Nagyon szorgalmas kislány, minden edzőtáborba, bárhol hívjuk, jön, teljes odaadásra csinálja a munkát, és hát nem meg is mintha napi 24 órában ő a birkózásnak élne. Igen, igen. Hát ez másképp nem is lehet, azt gondolom. Tehát aki itt komoly célokat tűz ki maga elé, aki ezt a 10 évet rá kell tenni arra, hogy ebben foglalkozik. Ez egy hivatás. Ha akkor művelik, akkor eredményesek lesznek. Akkor ő benne egy olimpia is ott van. Hát azt gondolom, 20 éves versenyző, a legjobb korban van, 3 év lesz az olimpia, úgyhogy mindenféleképpen addig ebbe a... Ugye tavaly 44 kilóba indult még, felnőtt korosztályban nincs ilyen súlycsoport, idén már 48 kilóban, ilyen kategória van a felnőtteknél is. Én mindenféleképp azon, hogy szép pályára jósítja fel. Nem is tudok ki, akkor majd a következően, hát nagyon fiatal, neki még ez... Igen. Tehát van idő, lehetőség, úgyhogy innentől már csak a szorgalom az, ami elengedhetetlen, hogy... Sőt, már sikerül megtartani a birkózásnak. Én azt gondolom, teljesen beállt. Tavaly is már nagyon sokat volt velünk külföldi edzőtáborban, Ukrajnában is többször, úgyhogy Svédországban. Tehát ő tudja, hogy ő mit szeretne elérni, és ehhez mit kell tennie. Jó háttere, ott a klubban is támogatják őt, úgyhogy mindenféleképpen azt gondolom, hogy reménykedünk benne, hogy a felnőtt mezőnyben is. Kellene még 3-4 ilyen lány, nem? Hát, mint mondtam, ha minden évben egy-egy ilyen lány, egy fiú kijön, az azt jelenti, hogy akkor ugye 3-4 év múlva 3-4 versenyzők lehet egy EB-n, aki érem esélyes. Mert ugye aki juniorban azért már eredményt ér el, és ott ugye folyamatosan végzi a munkát, beáll a felnőtt csapatba, várható, hogy ezeket majd megismétli. És ahogy jönnek a szépen az évjátok, mindig jönnek ezek a fiatalok. Beépítjük őket, és akkor remélhetőleg egyszer lesz egy teljes csapatunk, egy 6 év múlva, ahol mindenkinek érem esélye lehet. Mi volt a negatívum, amit láttál, amin változtatni kellene? Itt a versenyen abszolút nem láttam egy negatív dolgot, hiszen mindenki maximálisan oltatta magát a szőnyegen és a felkészülésbe. A negatívum az az, ami nem negatívum, ez anyagi lehetőség kérdése is, hogy igazából mind a világot látva, mind pedig az él mezőnyben végző országoknak a felkészülését tudom, hogy készülnek fel. Tehát tudomásul kell venni, hogy egy már junior világverseny, kadett világverseny, tehát nem lehet 6-8 hét alatt felkészülni. Hosszú évek munkája szükséges ahhoz, és már 16 éves korban is napi két edzéssel készülnek, ugye főleg a kaukázusbeli országok, ahol ilyen sportiskolai rendszer van. Úgyhogy nekünk is ebbe az irányba kell mennünk. De ráadásul ők genetikailag is előnyben vannak ebben a korosztályban, hát kicsit, igen, ezt korábban, ne felejtsük korábban érnek. És azt gondolom, hogy a legszebb remények jogosít bennünket az, hogy a Kozma István Akadémia ugye, 2 éven belül elkészül, és ott azt hiszem, meg tud valósulni ez a projekt, hogy beköltöznek a versenyek, iskola is minden adott lesz, és tudnak nagyon komolyan készülni, mert hát látjuk azt, hogy tehetségeink vannak, meg kell kapják azokat az ingereket, azt a terhelést, ami szükséges ahhoz, hogy a világévonalára fölvegyek a versenyt. Ez az akadémia, amiről beszéltél, Kozma István Akadémia, ez a jól tudom, ez a te szíved csücskébe Csepelen lesz? Hát én igen, tulajdonképpen az én szülő. Szülővárosom vagy szülőkerületemben fog megépülni, hál' Isten még közel is lesz hozzám, úgyhogy reméljük, hogy... Sokat lobbiztál értem? Ne, hát azt gondolom, hogy a elnök úr megtette azokat a lépéseket, amiket kell, és a kormány teljes messzélséggel kiállt ez mellett, az akadémia mellett, és... Jó, de egy pont ott legyen közeledben, hát ez... Hát hiszem, örülök neki, hogy ott van, hiszen akkor nekem is közelebb van. Azért mondom, de ezért kérdeztem, hogy kellett ez lobbiznod, hogy ott legyen. Nem kellett. Az jó, akkor életed végig mindig ott lesz valami. Reméljük, hogy így lesz. Ez egy nagyon hosszú táv. Csak úgy hirtelen előre szaladtam időben, amikor már felépül, már dolgoznak benne, stb. Mert előbb-utóbb bejön? Az is. Hát minden jel arra mondta, hogy 19-ben átadják, úgyhogy reméljük, hogy akkor még jobban fogunk majd szerepelni a világversenyeken. De azért azt kellene, hogy a továbbra is, hogy a távoli műhelyekben is dolgozzanak, jól dolgozzanak, hogy aztán onnan, mert ugye onnan szeretnétek, hogy fel a fiatalokat. Onnan is szeretnénk, de hát úgy látom, hogy
Ahogy mint mondtam, elég sok vidéki klubból adódik össze a utánpótlás váratot, mind kadettban, mind pedig juniorban. Van sötét volt, ha a térképre ránézzünk? Tehát teszem fel, mit tudom, hogy a Békés Csaba környékéről kevesebb mind, hát Orvosház ott van mondjuk Békés Csaba mellett, és azért ott is fog ott egy, jó, csak egy versenyző indulni, a, ugye meg Szeged is ott van a környéken, tehát ott két versenyző képviselőket. Tehát nincs sötét volt, pontjáról. Minden klubban életében vannak kisebb hullámhegyek, hullámvölgyek, valamikor egy erősebb korosztály van, valamikor egy gyengébb, de azt gondolom, hogy ez jó példa, hogy tényleg az ország minden tájáról tudnak adni a csapatba a versenyt a klubok. Mi a tanulság? Mit mondtál le? Mennyit csak most az EB-n, hogy még többet kell edzeni, hogyha lehet? Én azt gondolom, hogy azt kell tudomásul venni. Technikailag hol tart a világ? Mennyire ment el? Mennyit kell már ennek a korosztálynak tudni? Már ilyenkor már mindent tudni kell? Hát abszolút. Tulajdonképpen vannak mindig új dolgok, amiket be lehet építeni, de én azt gondolom, hogy a mi hagyományaink és a mi felkészülésünk az mindig is abból adódott, hogy igyekeztünk fizikailag a top formába hozni a versenyzőket, és gyakorlatilag egy nagyon, nagyon komoly kondicionális fizikai háttérrel lehet egy jó taktikát alapozni, hiszen az úgymond virágzó birkózásra rendelkező ország, még egyszer mondom, főleg a volt tagállamok, illetve Irán, Törökország, Amerika, ott nagyon merítési lehetőség van, hiszen milliók foglalkoznak a birkózással. Nyilván technikailag sokkal képzettek, hiszen gyerekkoruk óta sokkal konkurencia harcot vívnak, mint a mi versenyzőink. De igyekszünk ezeket a dolgokat kiküszöbölni, igyekszünk a hibákat kijavítani, és még egyszer mondom, egy jó fizikummal meglepni a világot. Továbbra is akkor a magyaros erő, magyaros virtus? Reméljük, hogy igen. És hogy bírják a fiatalok? Mert most minden sportágnál panaszkodnak az edzők, hogy ezekben a fiatalokban nincs akkora tűz, mint a régi fiatalokban volt. Én azt gondolom, hogy most nem voltam például a kadettokkal egy hétig Bócsán edzőtáborban, és maximálisan egy szó nélkül dolgoztak, és tényleg komoly két-két és fél órás edzések voltak, hiszen még a fizikai részeket próbáltuk rendbe tenni, és mindenki teljesen jól elvégezte a munkát. Én reményeim szerint nagyon sokan azok közül már bennmaradnak a birkózásban, majd felnőtt korukig. Most következő fontosabb verseny, akkor most a világbajnokság lesz, a juniorok világbajnoksága? Hát a utánpótlás korosztályban igen, lesz a junior Tamperében a junior világbajnokság, de hát az élet nem áll meg, a felnőttek is ugyanúgy teszik a dolgukat, hiszen a felnőtt nők azok kint vannak edzőtáborban Vadislavovóban, a fiúk pedig Spalában, ahol mind a két helyen 60-80 minőségi edzőpartnerrel tudnak naponta gyakorolni, és ugye most hétvég utazok ki utánuk én is, Varsóban lesz az Iolkovszki emlékverseny, ami minden évben a világ egyik legerősebb versenye, hiszen a VB előtt utolsó előtti verseny, felnőtt verseny, ott veszünk részt, utána pedig a felnőttek, a nők és a fiúk is elmennek majd Madridba, a szokásos spanyol nagydíjra, az utolsó verseny lesz a világbajnokság. Tehát mikor lesz a felnőtt világbajnokság? Augusztus 21-től kezdődik. Uh-huh. Tehát nyakunkon van szinte. Hol lesz? Párizsban. Csapat összeállt már most a felnőtt szabadfogás és a nőkre gondolva? Hát vannak még kisebb kérdőjelek, hiszen vannak, akik az EB szereplésükkel úgymond megvették a helyüket a világbajnokságra, és vannak, akiknek még a következő két-három versenyen kell bizonyítaniuk azt, hogy kik helyük van a világbajnokságon. Hát tulajdonképpen a női mezőnyből elég nagy a baj, hiszen a legjobbjaink, ugye Barka Emese és Sasti Marjan, ugye operáción vannak túl, ide sorolnám még Dénes Mercedes-t is, aki szintén nem egészséges, fiatal tehetséges versenyző. Ők akkor nem is lesznek. Nem, ők a BB-n nem tudnak indulni, hát meg rehabilitációs időszakot élik. Tulajdonképpen egy csonka csapattal megyünk a lányokkal, hiszen Galambos Ramona, Schlesz Gabi és a német Gianni fognak utazni a világbajnokságra. A fiúknál egyelőre a Haracsura edzővel történt megbeszélések alapján négy ember helye biztos, a Molnár Józsi, Gulyás Zsombor, a Veréb István és a Ligeti Dani, és ketten még harcolnak érte, hogy kijuthassanak, a Lukás Norbert és a Szmik Katilla, hogy nekik a nemzetközi versenyekkel kell még olyan eredményt produkálniuk, hogy a VB-n tudjanak indulni. Uh-huh. Ez mit jelent, dobogós helyen kell végezniük? Vagy hát olyan teljesítményt kell nyújtani? Így, olyan teljesítményt kell nyújtani, meg kell verjenek olyan birkózókat, akiket korábban nem. Uh-huh. Tehát magyarul lássuk azt, hogy előreléptek az év folyamán. Ha nem, akkor arra kitehet a versenyző, az edző? Hát ez közös. Én azt gondolom, a versenyző, tehát veszteni lehet. Tehát ez benne van a sportban, itt nincs az egyik ember nyerhet, a másik a vesztest sem kell bántani, hiszen nem
nem bűnöző azért, mert vesztett. Aki mindent megtesz a szőnyegen, a győzelem érdekében és edzésen is, évek folyamán, az a bizalmunkat élvezi, és mindenben támogatjuk abba, hogy a jobb eredményeket elérje. Nincs olyan, aki nem így viselkedik. Én azt gondolom, hogy én nekem az elmúlt 21 évben ilyen problémám nem volt soha. Hát nyilván, aki oda kerül, az már látja, hogy hova kerül, milyen csapatba, mik az elvárás, mik a követelmények. És akkor vagy elmenekül, vagy ott vagy. Hát a versenyzőnek azt gondolom, rengeteg joga van fölkészülni, a versenyek joga van felülni a repülőgépre, minden edzőtáborban részt venni, kötelessége csak egy van neki, az, hogy tegyen meg mindent az edzéseken és sportszeren éljen. Mióta ott vagy a válogatott élén, hány játék, hány versenyző volt, aki becsukta maga mögött az ajtót, hogy ez neki sok? Hát én most neveket most nem fejből kérlek. Nem tudom megmondani. Volt egy-két ember, aki úgy gondolta, hogy ezt a munkát ő nem tudja elvégezni, illetve nem lát olyan lehetőséget az éremszerzésre. De nem volt arányban az elvégzett munka és a lehetőség. Úgyhogy voltak, akik inkább a civil pályát választottak, én nem haragszok senkire se ezért. Jó, csak azért mondom, hogy vannak ilyenek is, akik... Akinek változtatni kell az életébe az, hogy az úgymond a sport burkából kikerülve a civil pályát választja, az jobb, ha minél előbb az gondolom a civil pályára megy, hiszen ott megint nullára kell kezdeni az egész életét felépítenie. Úgyhogy akibe kétel van és nincs benne a hit, azon jobb, ha minél előbb a civil életet választja, és akkor mellette lehet sportolni, még amatőr szinten, tehát ez senki sincs eltiltva, hogy mindenkit szeretettel várunk és vártunk, de hát tudja azt mindenki, hogy ahhoz, hogy a világ élére kerüljön valaki, az hosszú évek nagyon komoly munkája kell. És megbarátkoztál már a női birkózással? Én abszolút barátja voltam eddig is, úgyhogy... Jó, oké, csak... tulajdonképpen sok mindent lehet mondani, nem szabad összevetni a egyik sportágban sem, mert nagyon sok ismerősöm van, akár a teniszbe, akár a más sportágban. A női tenisz, az női tenisz, a férfi tenisz, férfi tenisz, a női birkózás, szerintem a női birkózás. Szerintem mindig azt meg is sértődött erre, mert ugye McEnroe pont erre. De ezt nem bántásként mondom, a nőknek a nőkkel kell versenyezni, a férfiak, a férfiakkal nem kell őket összehasonlítani, hiszen két teljesen más dologról beszélgetünk. A női birkózásnak megvannak a maga szépségei, őnekik a nőkkel kell a szőnyegen fölállni, és le kell győzni, ahonnan jönnek a fiúk, ahol a fiúkat kell legyőzni. Összehasonlítani nem szabad, és nem is érdemes szerintem a két sportágat. Csak ezt szegény hölgyeknek, főleg magyaroknak fiúkkal kell edzeni. Hát most egyre inkább abba az irányba haladunk, és azért vannak szegények, illetve idézőjelben szegények ennyit külföldön, hiszen a fiúkkal, nyilván fiatal fiúkkal tudnak edzeni, igen. A 16-17 évesek, de teljesen más inget tudnak. Ez egy szükségmegoldás, a nőknek nőkkel kell felkészülni, hát ezért vannak ennyit külföldön, ahol minőségi edzőpartnerek tudnak felkészülni. Bírják? Hát azt gondolom, hogy napi kapcsolatban vagyok velük most is, meg hát tudok, akkor ott vagyok velük mindenhol. Tudják ők, hogy nincs más út, tehát egy út van, mindenkinek megvannak a céljai. Azt kell mondjam, hogy most lett vége az olimpiának, de mindjárt itt a következő. Itt mindenki igazából az olimpiába gondolkozik, hiszen ott lehet kiteljesedni. Igen. Egy olimpiai siker azt hiszem, az mindennél többet ér. Az EB-VB is nagyon szép, de igazi súlya az olimpiai éremnek van, vagy aranyéremnek, mind erkölcsileg, mind pedig anyagilag. Úgyhogy mindenkinek az a cél, hogy az olimpiára kijusson és ott jól szerepeljen, és ide pedig nincs más út. De pedig sajnos, mivel nincsenek tömegek a magyar birkozásban, nem csak a birkozásban, a magyar élsportban, hiszen látjuk, nagyon kevés a sportállás, ezért a külföldi edzőpartnereket kell. Ezt a napi kapcsolatot, ezt hogy kell érteni? Minden reggel, vagy minden este fix időben hívnak téged, vagy te hívod őket? Hát én hívom, a két edzővel beszélek minden nap, a Lajossal, meg a Haracsurával, Misával, és aztán nyilván van, amikor ott vagyok velük, ahol tudok. Jó, csak amikor nem vagy ott, akkor, lábosság, mert kérdezem, hogy... Így van, akkor telefonon beszélünk, megbeszéljük, hogy mik voltak edzésen, beszámolnak a dolgokról, hogyha van valami probléma, akkor igyekszünk megoldani. És hát most ugye hónap után megyek utána, úgyhogy onnantól már együtt leszünk. Szállás minden rendben, teljesen. Edzőhely is rendben van. Hát nagyon komoly, tehát a Lengyelországban nagyon-nagyon komoly finanszírozása van a sportnak, és olyan sportkompenszumok vannak, amiről mi csak egyre álmodunk. Tehát tényleg mindenre felszerelt edzőtáborok, hatalmas terem, hat szőnyeg, folyamatosan letéve a rehabilitáció is, tehát minden adott a jó felkészüléshez, úgyhogy remélem, hogy... És a lengyelek pedig nagyon jól szervezik a táborokat, hiszen a fiútnál is most a Kazasztántól kezdve Moldováig nagyon komoly edzőpartnerek vannak, a lányoknál ugyanez, és hát ezért is megyünk oda. Hát igen, szóval akkor most ott van a felnőtt válogatott is ott. Igen. És senki nem sérült meg, mindenki rendben nem, van, egészséges. Mindenki rendben van, egészséges, úgyhogy nem is, reméljük nem is lesz probléma, úgyhogy és készülünk a világbajnokságra. Szóval hogy várod? Izgatottan, mosolygósan, nyugodtan?
Hát én azt gondolom, hogy az EB az mindenféle bizakodásra megadta az okot, tehát bizakodva válik a világbajnokságot, nyilván egy világbajnokság egy jóval erősebb esemény, de elsősorban a jövő évi budapesti világbajnokságra nézve, tehát bízunk abban, hogy megint ott fog valaki áll dobogon állni, ha nem is több ember, de egy-egy ember minden fogás nem volt tud áll dobogon, és jövőre pedig ugye főleg a lányoknál visszatérnek a sérültjeink, és aztán akkor nagyon erős csapatunk lehet a hazai világbajnokságon. Tehát már egy kutya, egy Hatos Gabi már nem birkózik, kitől várjuk akkor a hazai a világbajnoki érmet. Hát a női csapatnál rengeteg. Most a fiú szabadfogásra egyelőre akartam ezzel utalni. Fiú szabadfogásból két ember van egyelőre, akitől várjuk Ligeti. Az eredményt, Ligeti és a Veré Pista. A többek azok egyelőre még adósak a világszintű eredményekkel. De akkor ők ketten próbálják vinni a hátukon, akkor a szabadfogás azt lehet mondani? Igen, hát ők is viszik most már hosszú ideje. Ha mégis nagy darab. Magas legények, nem? A lányoknál pedig ott hál' Istennek a sokkal jobb a helyzet, hiszen Galambos Ramon, a Német Zsanett a fiatalabb korosztályt képviselik, ők még a 23-asok, a Ramon a 21 éves, és a Marian pedig, és az MSL, az pedig ők még nagyon komoly eredménylistával rendelkeznek, és remélem, hogy jövőre még tovább. És Sasti Mariannal visszatérve mennyire lehet számolni? Hát a Mariannal leültünk, amikor ez a téged problémája fölmerült még a télen, és megállapodtunk, hogy ebbe az évben a rehabilitáció a főszerep. Igazából években nem beszélgetünk, hiszen ugye ebben a korban már nem igen. Tudjuk, hogy mi lesz akár egy fél év múlva is. Mindenki abban maradtunk vele, hogy ez az év a rehabilitációja, és jövő évben a budapesti világbajnokságon szeretnénk, hogyha egy nagyon nagy eredményt elérne, hiszen ott itt volt ő világbajnok ezelőtt 4 évvel. Reméljük, hogy ezt az eredményt sikerül megismételnie, vagy dobogóra állni. És akkor utána majd ahogyan továbbot megint csak megbeszéljük, hiszen 18 októberben van a világbajnokság, onnantól, hogy másfél évet kell neki még rátenni, hogy az olimpiai kvalifikációt megszerezze, és hát remélem, hogy ez... A jövő év lesz neki nagy vízválasztó, igen. Ha jól vettem ki a szavaimból, így van, ugye? Tehát gyakorlatilag az év a teljes pihenését, töltődjön fel lelkileg, fizikailag, és akkor egy hosszabb menetelés elé. Bírja, nézünk. Hogy bírja egyáltalán, igen. Mert hát ebben nem szokott már probléma lenni, hogy nagyon motivált. A szervezet. Tudod, hát megint más, hogy a lélek, igen. Fej az oké, de... Tehát sajnos az élettan az élettan, nem tudunk mit csinálni, úgyhogy ezt reménykedünk. Ezt viszont ezt ő sem tudja senki. Reménykedünk, hogy bírni fogja. Hát, akkor izgalmas év lesz. Igen, mindenképpen ez az idei világbajnokság is az, és hát jövőre meg abszolút budapesti világbajnokság a fő cél. Érmet lehet várni tőletek, felnőtteknél most itt Párizsban? Én azt gondolom, hogy lehet, hiszen ugye a fiú csapatból meg a Veré Pista az volt is ugye BB érmes, a Dani csak EB-ről, idézőjelben csak EB-ről van 3 érme, de hát őnek én már építi az idejai világbajnokságra is dobogóra álljon, a legjobb úton halad elfelé, tehát sérülésmentesen végzi a felkészülést. A lányoknál ugye a Galambos Ramon a tavaly hazai világbajnokság 5. helyezést ért el a nem hivatalos, nem olimpiai súlycsoportokban, úgyhogy várható tőle is, hogy az első felébe végez a mezőnynek. Ugye a Zsani pedig idén elébe ez is térmes volt, hát mikor nem, ha most. Az újpesti. Így van. Leányzóra gondolsz. Ki most éli életét, élvező, hogy most fel is merik, illetve hát, hogy ő se kicsit a középpontba került. Hát nagyon szép év van mögötte eddig is, hiszen U23-as elébe arany, felnőtt elébe ez is. Én azt gondolom, hogy... De nem szállt el magától, tehát... Abszolút nem. Hát önnek megvannak a céljai, szeretne és még egyszer mondom, az olimpián egy nagyot ugrani. Te célod? Hát, hogy minél több érmet szereznek a versenyzők a világversenyeken. Jó, ez egy általános, igen, de azon belül... Hát gyakorlatilag... Ezért csak a célom, hogy hozzásegítsem a versenyt, hogy minden jobb legyen felkészülő, és minden adott legyen, mind a versenyszínhelyek, mind nem az edzőtáborok. Nem számoltad soha, hogy világversenyről eddig hány érmet hoztak haza a versenyzőid? Hát régebben számoltam, de most már 40 fölött vagyunk, és akkor 40 körüli számban. Hogy 50-est jól lenne elérni. Hát én ezt még mindenképpen szeretném elérni. Igen. Hát még fiatal vagy. Erőd jó, kondit jó, hiszen birkoztál, tehát jó erőt, kondit így van. Felszedtél annó magadra. Úgyhogy erre lehet támaszkodni. Van miből táplálkozni, így igen. Van. Sok sikert kívánok. Nem lesz egyszerű, de... Hát sose egyszerű, de igyekszünk megoldani. De te már megszoktad, maradjunk annyiba. Így van. Köszönöm szépen. További sportosat.